Eosin Retro Galamb, a Zsolnai gyár termékéből 5 darabot is rendelt a pécsi polgármester. Ez derült ki a héten a közgyűlés rendesülésén, mondja a Fidesz önkormányzati képviselője. De vett még szívtálkát, zsolnai kutat, dzsámit és minarettet is, ahogy a listán olvasható. Gyakorlatilag titokban vásároltatott polgármester úr több százezer forint értékben olyan zsolnai márkájú luxus porcelán tárgyakat, amiket aztán úgymond üzleti ajándékként tud szétosztani. Elviekben a várossal kapcsolatban álló személyeknek, ezek ad abszurdum polgármester úrral jó kapcsolatban lévő személyeket takarnak. Barkóczi Csaba szerint nem most van itt az ideje ilyen ajándéktárgyak vásárlásának. Mi azt gondoljuk, hogy abban a jelenlegi helyzetben, amelyben a pécsiek sokasságának, a panelban élők, kertvárosi panelokban élők sokasságának problémát jelent például a rezsinek a kifizetése, akkor inkább mondjuk a rezsit támogatásokat kellene akár csak minimális mértékben is, de juttatni a városlakók részére, és nem polgármester úr barátainak különböző zsolnai értéktárgyakat vásárolni reprezentatív ajándékként. A vásárolt zsolnai porcelántárgyak bruttó összértéke 552.175 forint. Olvasható a vásárlásról tudósító közgyűlési dokumentum mellékletében.